Végül a 9. K-osztályú műsorát láthatják. Fogadják sok szeretettel! Köszönjük kívánok mindenkinek! Üdvözlöm kedves közönségünket itt a nézőtéren, a Gárdonyi első számú tehetségkutatójának mai műsorában. Először is köszöntsük a zsűrit! Első zsűritagunk Boszkó. Mit vársz a mai estétől? Hát szép jó estét, köszönöm a meghívást! Én igen sokat várok a mai estétől és a 9K-nyi osztály. Második zsűri tagunk, Lili. Hogy vagy ma este? Jó estét kívánok mindenkinek! Fantasztikus dolog, hogy itt lehetünk, ahol az álmok valóra válnak. Következő zsűri tagunk, Várlós. Milyen produkciókra számítasz? Jó estét! Én csak annyit mondanék, hogy mindenképpen legyen tán. És végül Lizi következik. Nagyon csinos vagy ma este. Nem Ákos. Most pedig kezdődjön is a műsor. Köszöntsük a színpadon az est főszereplőjét, a 9. K-ányi osztályt. Célotok a mai estén. Szeretnék bebizonyítani, hogy méltók vagyunk arra, hogy Gárdonyi diákok lettünk. Úgy hallottam, egyéni és csoportos produkciókkal is készültetek. Igen, Berti és Mali zongoratudásukkal fogják elkápráztatni a zsűrit és a közönséget. Barbie pedig ugróköteles produkciójával fogja lenyűgözni a zsűrit és a közönséget. És milyen csoportos produkciókat láthatunk az este folyamán tőletek? Természetesen lesz tánc, és szeretném bemutatni két tehetséges koreográfusunkat, Emmát és Kirát. Köszönjük szépen! És akkor kezdődjön is a verseny. Elsőként Bertit szólítom. Mit fogsz ma nekünk előadni? Weiner Leo Rókatán című darabját fogom előadni. Köszönjük szépen, tiéd a színpad és a zongora. Thank you.
Köszönjük, Berti, igazán remek produkciót hallhattunk. Most viszont az osztály tánckarát szeretném színpadra szólítani, izgatottan várjuk az előadást. Produkcióhoz és a remek koreográfiához. Molly, te egyéni előadással is készültél. Mit hallunk ma tőled? Kabaleszkitől a bohócot. Szépen. Úgy tűnik, az osztály bővelkedik zenei tehetségekben, most viszont adjuk át a színpadot Barbie-nak, aki megmutatja, milyen ügyesen bánik az ugrókötéllel. More and more people just want more and more freedom and love.
Köszönjük, Barbie! Igazán remek előadást láthattunk. Most viszont következik az ES legizgalmasabb produkciója, a Dalpárbaj. Kérünk mindenkit a színpadra. Nézd, Ákos! Úgy tűnik, a zsűri tagjai is kedvet kaptak az énekléshez. Csatlakozzunk mi is? Miért nem? És vendégeinknek, hogy megtiszteltek bennünket figyelmünkkel és jelenlétükkel. A bemutatkozó műsorok után következik a gólyabál, amely 23 óráig tart. Köszönöm a figyelmet!